Sziasztok mindenkinek! A mai alkalommal a Taxi 3 Extreme Rush nevű játékot fogom nektek bemutatni. Ez a játék 2006-ban jelent meg, és a Team 6 a kiadója és a fejlesztője. És tudjátok, ez melyik Team 6? Ajjaj, ez nem jó előjel, hogyha ugyanaz a fejlesztő és kiadó, akik kiadták azt a Shanghai Street Racing nevű vackot. Na mindegy, kezdjünk bele! Íme a főmenü, és itt választjuk ki a single player-t, és láthatjuk is, hogy milyen versenyek vannak. Van sima street race, van drag race, van ilyen city race, van Lambiati race, ami ilyen Lamborghini-kel történik, valamint van egy ilyen kihívás sorozat, ilyen tournament. Na de választjuk is ki azzal, amivel tudunk menni, a street race-t, és itt nézzük meg, hogy milyen kocsik vannak. Igazából arról kapunk egy ilyen kisebb leírást is a súlyáról, a sebességéről. Nem sok különbség van, valamelyik kicsit gyorsabban gyorsul 100-ra, valamelyik gyorsabban gyorsul 160-ra. Nekem ez a Boomer jött be mindig, hát ez egy nagyon szép kis BMW hasonmás. Itt fent pedig láthatjátok, mennyi pénzünk van és mennyi tiszteletünk. Mind a kettő nagyon fontos, ugyanis minél több a pénz és minél nagyobb a respect, annál több versenyen tudunk elindulni. Na de válasszuk is ki az első autót, és töltsük is be a játékot. Nos, így amit elsőre lehet látni, ez a pálya viszonylag szépen van megrajzolva, kicsit hasonlít a Shanghai Street Racingre, de attól szerintem azért picit jobban lett megcsinálva, és hamarosan indulhat is a verseny. Előtte kapunk egy ilyen nagyon jó kis intrót. 2-1, mehet! És ez a hangeffekt, ahogy elindulunk, ez valami elképesztően jóra sikerült, mint hogyha alumínium palackokat robbantottak volna. És ide el kell menni ehhez a ponthoz, de többiek mindenki a falat csókolta, és mutatja, hogy indulunk visszafelé. Ez az vizuális effekt így ezzel a körökkel együtt nagyon szépen jön le, gyönyörű tényleg. Valamint átlépünk egy bizonyos sebességet, a spoilerek oldalánál megjelenik egy fejé. Csíí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  Itt megint milyen dodgemest játszunk. Na, de foglaljuk is össze, hogy mi az, amit látunk. Ez a pálya, ez ugyanaz, mint a Downtown Challenge. Tehát van kettő pont, és a két pont között kell menni. Ide, meg oda. Hát láthatjátok, hogy a frontális ütközéseknél nem történik igazából semmi, amikor az ellenfeleknél vagyunk. Jön ki, hogy valaki repül, vagy én, vagy ő. Egy biztos, hogy itt a madár módus mindenképpen játszik. És harmadikok vagyunk. Bár ez annyira nem vészes itt a játékban, mert sok esetben az ellenfelek nagyon csúnyán kirepülnek, vagy összetörnek. És nagyon fontos, hogy ez a játék viszont annyiban nagyon élethű le, hogyha elveszted a versenyt, elveszted a pénzt is. Valamint a tiszteletet is. Tehát nincs olyan, hogy csak simán, hogy kilépsz, vagy fogod azt, akkor jó, negyedik lettél, kész, majd a következő körben próbálkozom. Nem, itt tényleg levon mindent. És nem könnyítette meg a felvételt sem a játék, mert amint itt kilép és képernyőt vált, rendszeresen a press meghalt. Úgyhogy külön nagyon élvezeti forrás volt ez is. Na, de ez itt egy másik verseny, csak itt 1v1-be megyünk. A cél pedig ugyanaz. És ezt most már valahogy meg kell csinálni, meg kell csinálni. Jaj, nem fog menni. Szerencsére kedves ellenfelünk is totálra zúzódik. Hát igen, az autóknak van törése, ez nagyon szép és nagyon jó. Itt csak az volt a baj, hogy lejárt az idő. És még utána melyik is jönnek, ez az. Ha pedig elfogyott a pénzünk, akkor pedig kapunk egy nagyon jó kis outro videót, ahol a fekete taxi belehajt a folyóba, a tengerbe. Hát igen, ez ekkora szégyen, és annyira komolyan kell venni, hogy inkább el kell tűnni mindörökre. Amit most láthattok, ez pedig az intro videó,
Mert amikor újra kezded a játékot, akkor minden esetben ezt megkapod, és végig kell nézned. De ha megszerezted a megfelelő mennyiségű pénzt, elindíthatod a City Race-t, és én megint ezt a BMW-t néztem ki, bár... Jó, legyen a BMW, maradjunk bömbisek. És megint kapunk egy jó kis intrót, amint itt állunk a hídon, itt 4-esbe, és várjuk a rajtot. És hogy hol van a cél, azt is mutatja a játék. Figyeljétek csak, hogy milyen szépen csak úgy suhanunk oda, és megállunk, és ide kell eljutnunk. Ide, ahol valószínűleg beszippantanak minket az űrlények. Vagy miért merevítik ki ezt ennyire? Ki? Nem tudom. De ennek teljesen a fannyává váltam. Teljesen átéltem ezt az életérzést. Olyan gyönyörű. Ez mesteri. Gyönyörű. Élvezet. Az autók törésénél én még kiemelném ezt a látványképet. Hát nagyon szépen törnek a kocsik, ilyen háromszögökben jönnek lefele a festéket róla. Majd egy idő után már ilyen csúnyává átalakul. A szegény kocsik nagyon meg van viselve. Széttörni totál károsra viszont nehezen lehet, de ha mégis sikerül, akkor egy ilyen képet kapunk. Elvisz minket a víz, és a folyót kiemelve. Ez milyen csúnya folyó, de most komolyan nézzétek már meg. Oké, megvan benne a sodrás, de a színe az olyan, mint hogyha egyesen szennyvíztere mellett versenyeztünk volna, és abba estünk volna bele. De térjünk vissza a játékra. Sokáig nem értettem, hogy mit jelent az a 100%, tudjátok, itt a kilométer óra állásnál lévő 100% jelző. Nos, hogyha megnyomjátok az A billentyűt, akkor lehet vele nitrózni. Oh yeah! Azt mondtam, ez egy egész jó ötlet. De feloldottuk már azt is, hogy tudunk Lamborghini-kkel is versenyezni, így ezt én is kipróbálom. Az ellenfél az indításkor a játék 90%-ában mindig nitróval indít. Na mindegy, ők tudják. Viszont itt jön ki a játéknak az egyik nehézsége, hogy különösen itt a Lamborghini-knél, amik aztán télen mennek ezerre. Na itt aztán az irányítás elég nehézkessé válik, és néhol hiperérzékeny. Ráadásul mivel így csak úgy bejelöléseket kapunk, hogy hova kell menni. Tehát nincs olyan, mint a többi autós játéknál, hogy van egy fal, és megszabottan... Jézusom, mi volt ez? Ez mi a franc? Segítsetek ebbe! Folytatva a gondolatot, tehát nem nincs olyan, hogy le van zárva, vagy hogy külön bújázva, vagy eddig mehetsz, nem! Amúgy frontális ütközéseknél is általában repülsz egy akkorákat, kocsi valahogy illik. Ez mindig az a közútnál, mint pedig a tárgyaknál. Bár a tárgyakat könnyen úgymond ki lehet ütni, a fákat is könnyen, és ugyanazzal az effekttel esik le, ugyanazzal az effekttel törik szét a fa, mint a Shanghai Street Racerbe. De sikerült annyi versenyt nyerni, hogy most már elérhető a Mr. R bajnoksága. És válasszuk ki a kocsit, és kezdjünk is bele. Nézzük meg, mit tartogat ez nekünk. Na, fel is sorakoztunk, és ketten nézünk előre, ketten hátra. Ez most hogy? Vagy ez most akkor hogy fog kinézni? Hú, ilyet se látni azért minden nap. Ja, ugyanaz a lila fénykövető játék effektus van. És te választhatod ki, hogy igazából melyikbe megy bele. Pedig láthatjátok ezt a nagyon gyönyörű effektet. És az a lényeg ugyanígy, hogy ezeken a lila lézerfényeken át kell menni. És minél többet, minél gyorsabban. De mivel egyszerűen nincs olyan szabályrendszer, így az ember nagyon könnyen el tud tévedni, és nagyon könnyen tud veszíteni. Szerencsére a többi versenyzőnek is akadtak itt problémái, szóval nekik sem túl egyszerű ez a feladat. Ami még nehezítés, az az, amikor már az autó annyira tropára van törve, hogy így a motorháztető is bent van végig, és van, hogy nem látod, hogy milyen előtted. Itt például az autóbusznak neki mentem, és visszarepültem 200 métert. Nagyon szép volt. De a játék próbált változatos lenni, ugyanis 1v1-es ilyen gyorsulási versenyeknél beraknak egy hölgyet, ő fog indítani minket,
És itt jegyezném meg azt, hogy akik a Need for Speedhez voltak szokva, azoknak első kicsit nehezebb lehet. Ugyanis itt nem mutatja, itt nincs olyan jelző, mint például az Undergroundban vagy az Underground 2-ben mikor kell váltani, hanem neked kell ténylegesen váltani, és emiatt sokszor vesztettem is. Na, én ennyit szerettem volna mondani a játékról. Hát mit lehet elmondani összegzésképpen? Hát azt, hogy ez egy talán egy picivel jobb Shanghai Street Racing. Vannak benne jó ötletek, de ugyanakkor nagyon haj az is, hogy ugyanaz a készítő, nagyon látszik rajta, helyenként ugyanazokkal a hibákkal. A Fraps is gyakorlatilag megőrült mellette, vagy a játék, vagy a Fraps, most nem tudom. De lényeg, hogy sokszor kiakadt a játék, és úgy dob ki, hogy egy fekete kép, belül az autód, és akkor ott az asztal. Hát nagyon gyönyörűen mutat. Hangeffektek elmennek, bár az indulás hangjánál nagyon vicces az a hatalmas robbanás, meg amikor a másikkal ötközöl, annak is nagyon jó kis sikorgás hangja van. És így körülbelül én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!